Üdvözöllek benneteket! Jónás Zsolt vagyok, a Miskolci Rendvédelmi Technikum testnevelő tanár. 2021. január 1-től megváltozik az iskolánkba történő fizikai felvételi rendszer. Ehhez szeretném nektek segítséget nyújtani. Felkészülni. Start. Első feladat: 20 méteres ingafutás. A felvételizők egymástól 20 méterre lévő vonalak között futnak. 1. A felvételizőknek maximális számú 20 méteres szakasz megtételére kell törekedniük. A futás sebességét a hanganyag diktálja, amelyhez a felvételizőknek alkalmazkodniuk kell. A teszt eleje könnyű, és fokozatosan nehezedik. 80. Szint percenként változik. Az adott szakasz akkor tekinthető teljesítettnek, 86. ha a felvételizők legkésőbb a hangjelzéssel egy időben legalább egy lábbal érintik a 20 méteres szakaszt jelző vonalat, vagy áthaladnak rajta. A teszt akkor ér véget, a felvételiző a második hibáját véti, azaz nem éri el a vonalat a hangjelzésre, hogy nem tudja folytatni a futást. A tesztet a teljesített szakaszok száma alapján értékeljük. Minimum érték a férfiak számára 46 darab szakasz, a nők számára 29 darab szakasz. Második feladat: átugrás zsámolj felett, érkezés hasonfekvésbe. Végrehajtása következő. A felvételizők a zsámolyok mellett állnak, válluk merőleges a zsámolyokra. Jelre páros lábon átugranak a zsámoly másik oldalára, guguló támaszon keresztül hátra ugranak hasonfekvésbe, itt egy pillanatra megemelik mind a két tenyerüket a földtől, majd visszaugranak guguló támaszba, és páros lábon átugranak a zsámoly másik oldalára. Ezt a feladat sort hajtják végre egy percen keresztül. Nem számít érvényes kísérletnek, ha hasonfekvés helyzetből szinte átvetődsz a másik oldalra, illetve hogyha hasonfekvés helyzetben nem emeled el mind a két tenyeredet a földtől egy pillanatra. Az értékelés a következő. Hasonfekvésbe érkezések számát számoljuk. Minimum értékek férfiak számára 14, a nők számára 12 érkezés. Harmadik feladat: falra dobás medicinlabdával. Feladat végrehajtása a következő. A felvételizők másfél méterre a faltól, a tornapad mögött állnak, a nők 3 kilós, a férfiak 5 kilós labdát egy percig folyamatosan kétkezes mellső dobással a falhoz dobják, majd elkapják. Érvényes a feladat akkor is, ha a labda belül pattan, és utána elkapja a felvételiző, ha elejti, és utána megy, és úgy folytatja a gyakorlatot, vagy a pad elé esik le, be kell lépni a felvételizőnek, és utána folytatja a gyakorlatot. Értékelés. A dobások számát számoljuk. Minimum értékek férfiak és nők számára egyaránt 33 darab ismétlés. Remélem, hogy filmünkkel segítséget tudunk nyújtani a felkészülésetekhez. Felhívnám a figyelmeteket arra, hogy a feladatonkénti minimum értékek teljesítése nem elég a bekerüléshez. Ahhoz a lányoknak minimum 80, a fiúknak minimum 100 pontot kell elérni a fizikai felvételi során. Sok sikert a felkészülésetekhez! Találkozzunk a felvételre. Sziasztok!